DK helyszínén Kaszonyi Nóra Vadai Ágnest kapta mikrofon végre. Nézzük, hogy ott hogyan értékelik a jelenlegi helyzetet. Szervusz, jó estét kívánok! Itt a DK eredményváróján már egyre többen vannak, és ahogy a politikusok ígérték, 8 után meg is érkeztek. Elsőként Kerékbárci Szabolcs és Vadai Ágnes érkezett meg. Vadai Ágnes itt áll mellettem, úgyhogy őt kérdezem, milyen eredményre számítanak. Győzelemre, jó estét kívánok! A nézőpont szerint a kormánynak, a Fidesz-KDNP-nek 133 fős frakciója lehet, a kormányváltóknak 40 fős, reálisnak érzi, megelégedne egy ilyen eredménnyel, mit szól ehhez? Én megvárnám a választók döntését, az eredményhirdetést. A Nézőpont intézet munkatársainak is pont egy szavazatuk van, mint mindenkinek ebben az országban ezen a napon, úgyhogy várjuk meg az eredményt. Milyen választási részvétellel lenne elégedett? A választás az mindig a demokrácia ünnepe, az a jó, hogyha nagyon sokan elmennek. Lesznek nyilván olyan települések, szavazókörök, ahol nagyon sokan elmentek szavazni, lesznek olyanok, ahol kevesebben. Azt gondolom, hogy hamarosan látni fogjuk az eredményeket. Nyilván egy 60-70% és inkább 70% fölötti az a valódi nagy demokratikus ünnep. De ha választók így döntenek, akkor a politikusoknak fejet kell hajtani előtte. Ide a DK eredményvárójára Gyurcsány Ferencet és Molnár Csabát, a többi politikust 9 óra körül várják, úgyhogy a többiről majd később.